Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy első benyomásos, teljes arcos smink videó Makeup Revolution-os termékekkel. Ezeket a termékeket az előző videómban mutattam be nektek, ami egy haul videó volt, úgyhogy ha azt nem láttad, akkor lent lesz az infoboxban a linkje, érdemes megnézni. Úgyhogy egy-két terméken kívül amúgy nem igazán próbáltam ki semmit, úgyhogy ez tényleg egy teljes első benyomás lesz. Szóval először is kezdeném a szemsminkkel, amihez a Makeup Revolution Mermaid's Heart palettáját fogom használni. És bár a haul videómban azt mondtam, hogy ezt nem próbáltam ki, igazából a vágás, videóvágáson eljöttem rá, hogy ezt az egy szint, ezt már használtam egy smink videóban, úgyhogy kicsit kamusztam, bocsi. Matt, metal és szatén színek találhatóak meg bennük. Mit láthatjátok, főleg ilyen kékes-zöldes inspirációjú a paletta, és úgy gondoltam, hogy valamilyen sárgás, kékes-zöld valamit fogok magamra kenni, mint amit most úgy nagyjából rajtam is láthatok. Swatchok alapján nagyon szép, a matt színek egy picit, főleg ez a kék egy picit porzik, de nem túl vészes, és a metálok azok gyönyörű ilyen folyékony metál színek. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy fognak szuperálni majd a szememem. Első lépésnek ezt a matt sárga színt fogom felvenni a szemhézóba. Most, hogy így ecsettel felvettem a festéket, egy picit porzik magában a palettában, de semmi olyan, ami túl durva lenne, hiszen ez egy tök olcsó paletta amúgy, tehát, hogy végül is várható. My jacket's under the table, your sneakers are right where they usually are. Nem kell igazából túl sokat építgetni, hogyha valaki szeretne egy kevéske sárgát magára, de nem szeretné, hogy búg sárga. Én viszont szeretném egy kicsit jobban erősíteni, viszont nem akarok használni semmilyen fixáló sprayt most hozzá, hogy lássam, hogy tényleg az eredeti festék az, hogy szuper-e. Hát végül is ez a sárga, ez nem tűnik túl rossznak. Tény, hogy egy kicsit építeni kell, de sárga szín, tehát hogy önmagában általában a sárga színek nem túl pigmentáltak, nem túl erősek. Majd pedig a külső vépbe ezt a szatén, sötét-zöld árnyalatot fogom fölvinni. Mint láthatjátok, ez azért elég durván pigmentált. A szemhéjam belső felére pedig ezt a metálos, világos, kékes, türkis színt fogom föltenni, és megpróbálom összedolgozni először a zöldtel, utána pedig az egészet a sárgával. Érdemes utólag ezekre a szatén vagy metál színű festékekre rámenni még az ujjunkkal is, hiszen mint láthatjátok a kettő között milyen különbség van. Ecsettel is nagyon szépen felviszi, főleg hogyha ilyen kis tömzsibb ecsetet használunk. Azaz sokkal nagyon szépen felviszi, viszont én szeretem eldolgozni ecsettel, majd pedig ujjal még egy picit rámenni, hogy a pigmentáltságon még egy kicsit javítsak. És meg akarom mutatni közelről. Remélem látszik, hogy a sárga azért mennyi port hagy maga után, míg mondjuk a zöld, meg a szép kék, azok nem igazán. Úgyhogy ezek a matt árnyalatok egy icike-picikét porzanak. Viszont most áttérek az arcomra. Ugye a haul videóban említettem, hogy az alapozóból a legvilágosabb árnyalatot vettem. Viszont azóta sikerült egy picit barnulnom. Úgyhogy ha bár ugye leszoktam vinni a nyakamra az alapozót, lehet, hogy ez nagyon világos lesz. Viszont keverni nem akarom semmivel, hogy láthassam, hogy ugye ez mennyire szuperál jól, avagy sem. Úgyhogy most felvisszük, de nem. Ez a Revolution Pro Full Cover Foundation, és az F2 árnyalatba vettem meg, ami elvileg egy neutrális, inkább barackosabb tónusú, hiszen én inkább serges tónusú vagyok. Kicsit kiszedek a készfejemre,
és ezt beauty blenderrel fogom majd eldolgozni, mivel engem nem zavar, hogyha teljesen fed az alapozó, de ha ecsettel próbálom eldolgozni, kicsit maszkosabb hatást érek el, mint hogyha nedves beauty blenderrel próbálkoznék, úgyhogy most megpróbáljuk így. Állagát tekintve pont olyannak tűnik, mint bármelyik más alapozó, viszont ahogy felviszem az arcomra, érzem, hogy elég sűrű és nagyon-nagyon világos lesz. Your boyhood still in the wardrobe, you hid it away like you usually do. Hát ez nagyon világos lesz. Na mindegy. Viszont az tény, hogy nagyon szépen lefedett mindent, hisz itt van egy kevés pattanás hegem, és egyáltalán nem látszik. Se az, hogy piros lenne, se az, hogy volt a talaj. Ezzel a nagyobbal is szépen el tudott bánni, de azért itt még látszik egy kis pötyben, hogy ott volt valami, de nagyon szép a fedése, csak én már ehhez egy kicsit barna vagyok, de nem baj. Szóval, elég szép fedése van. Tényleg minden olyat eltüntetett, ami heg, vagy pattanás, vagy pirosodás az arcomon, viszont tényleg nagyon világos az én arcbőrömhöz most. Viszont télen szerintem pont jó is lesz, úgyhogy áttérnék a korrektorra, amivel szintén ugyanez lesz a probléma, hogy egy kicsit túl világos. Ez a Revolution Conceal and Define korrektora, ez is szintén a legvilágosabb C2 árnyalatban. És ezt is említettem a haul videóban, hogy nagyon-nagyon sokan hasonlítják ezt a Tarte Shape Tape korrektorához, ami sajnos nekem nincsen meg. Viszont nem is akarom megvenni, hogyha ez is beválik, hiszen ehhez sokkal könnyebben hozzá tudok jutni, és nem is kerül olyan sokba. Ez elvileg azt ígéri, hogy erősen fed, és nem fog ráncokba és a vonalakba beleülni, bár sokaktól azt hallottam, hogy beleül itt a szem környéki ráncokba. Nekem minden korrektorom ilyen, hiszen nekem van egy csomó bőröm itt a szem környékemen, bár most egész kipihent vagyok, úgyhogy most nem látszik annyira, de nekem minden ott kicsit úgy ráncosodik, ott nagyon sok a bőr a szemem környékén, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy szuperál. Egy ilyen marha nagy applikátora van, úgyhogy, és elvileg ebből is elég kevés. Egy teljesen ugyanolyan érzete van, mint a Catrice Camouflage korrektorának, tehát se nem túl sűrű, se nem túl könnyű. Láthatjátok most a különbséget. Ez is eddig nagyon szépen szögediesen. Ez is nagyon szépen fed így első benyomásra. Tetszik, hogy tényleg ezt a belső sötétséget és a karikáimat eltüntette. Igazából attól függetlenül, hogy mekkora az applikátora, szépen tudtam itt vágni egy vonalat a szemhéjpúderemnél. De eddig teljesen úgy működik, mint a Catrice Camouflage, ami nekem életem eddigi legjobb korrektora ever. Az infoboxba majd teszek leírást arról, hogy a nap végére mi történt az arcommal, mert szeretnék csinálni egy részt a videó végén, ahol visszakapcsolok később, és akkor felveszem, de még mindig nincs világításom, és nem hiszem, hogy bármi látszódni fog az egészből, úgyhogy megpróbálom, de valószínűbb, hogy lent lesz minden info az infoboxban. Fixáló pudert és szemöldök terméket nem vettem, amit csak így most vettem észre. Úgyhogy azokat gyorsan megcsinálom, és teszek fel egy kis bronzosítót, hogy próbáljam ezt a nagyon világos alapozót a viszonylag barna, de mégse túl barna a bőrömhöz alakítani, úgyhogy mindjárt jövök. És vissza is tértem, úgyhogy mehetünk is tovább. Először pirosítót fogok használni a Revolution Golden Sugar 2 Rose Gold palettából, és
és ezt a barnás, természetes tónusút fogom felvinni. Igazából elvileg itt az összes színpirosító, gyakorlatilag viszont van, ami simán elmegy highlighternek, van, ami kicsit csillámosabb pirosítónak, én most egy matt pirosítót fogok használni, hogy legyen helyem a highlighternek. Nagyon szép matt, és én mondjuk nem szeretem, hogyha egy pirosító nagyon pigmentált, jobban szeretem, hogyha inkább fel tudom építgetni a színt, mint hogy picit beleérintem az ecsetet, és így bum, úristen, pirosító. Úgyhogy főleg az ilyen kis természetes színű pirosítóknál én nagyon szeretem, hogyha halovány éppen hogy ott van, és tudom építgetni. Highlighternek pedig a Soft Dazz Nails és Make Up Revolution kollaborációját fogom használni. Nem tudok választani. Ezt az egyik legnehezebb megmutatni, mert ezek olyan kis világos színek, és ahogy besüt ez a kevéske fény, még itt se nagyon látszódik. Ugye ez az alsó sor, ez ilyen erősebb és színesebb highlighterekből áll, ez a felső sor pedig aranyból, pezsgő színből és fehéres highlighterekből. Viszont én szerintem ezt az aranyszínt fogom használni, hogy jó legyen a sárgához a szemem. Nem tudom, mennyire látszik a kamerába, de így, ahogy most besüt a fény, azért nem gyenge. Nem csoda, hogy annyira annyian szeretik, nagyon sok youtubertől hallottam, hogy ez egyik kedvenc highlighter palettája, milyen olcsó paletta, mennyire pigmentált és mennyire jól szuperál. És igazából nem is érintettem bele az ecsetemet túl sokszor, tehát egy picit meg le is szoktam ütögetni a felesleget, de ez nagyon szép. És vissza is térhetünk a szemünkhöz. Ezt a sötét zöldet fogom felvinni az alsó szempillant soromra. Ugyanezt a zöldet az alsó szempillant soron el fogom dolgozni a legelőször használt a sárga színnel. A belső szemzugba pedig ezt a metál pezsgő színt fogom felvinni. És még most fixálok mindent a Revolution Profix Illuminating fixáló spray-ével, hiszen nem akarom, hogy a szemhétus és a szempilla spirál lefolyjon az arcomra. Ez elvileg nem mattít, hanem ad egy természetes ragyogást, és fekerázni használat előtt. Úgyhogy most jól fölvezünk. Van egy enyhe illata, viszont kicsit közelebb, én úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb kell tartani, mint nagyon messzire, hogy elérjen ide a spréje. Van egy érdekes illata, de igazából elszáll, úgyhogy kíváncsi vagyok, meddig fog majd tartani. És jöhet a szemhétus, ehhez a Renaissance Flick szemhétust fogom használni, és story time. Ezt a szemhétust legutóbb úgy használtam, hogy elmentünk egy céges rendezvényre, egy ilyen céges sportnapra, és hajnal 4:30-kor tettem fel ezt a szemhétust, és este 9:30-ra értem haza, izzadtam egész nap a 30 fokba, annyi vizet kaptam az arcomba saját elhatározásból és mások által viccesnek tartott poénból, hogy az valami elképesztő. Izzadtam, sportoltam, és ez minden más lejött az arcomról, mondjuk nem is volt rajtam nagyon smink, minden más lejött az arcomról, de ez rajtam lett. És már ezen rögtünk a csajokkal, hogy jöhet bármi, eső, szél, meg hóvihar, de a szemhétusom még mindig tart. És erre ez teljesen igaz volt, úgyhogy a hol videóban is elmondtam, hogy ezt azelőtt még egyszer használtam és nagyon tetszett, de innenstől kezdve, hogy ez megtörtént,
ajánlom mindenkinek. És konkrétan tehát ne úgy képzétek el, hogy jaj, kicsit leletem, leslagoltak, pofán slagoltak hideg vízzel, és ez nem jött le. Úgyhogy igen. Ez igen. Úgyhogy ezzel az igennel fogok húzni most egy cicaszemet. Go from hard, hard to slam and shut the doors till they cry. We go from love, love to saying shit that we can take back. But every time that we walk up, we just keep coming back. Like we forget. Láthatjátok, nagyon szépen pigmentált és fekete. És nagyon szépen átment ezeken a szatén és metálos színeken. Ugye a legtöbb szemhéjtussal az a probléma, hogy felveszi az alatta levő szemsminknek a pigmentjét, és nem lesz már olyan szép fekete és egyenletes. Ez eddig ilyen téren jól szuperált, mondjuk kíváncsi lennék, hogy mondjuk valami glitteres, csillámos dolgon hogy menne át, de szuper fekete és egész könnyű ezzel a vékony heggyel megrajzolni a cicafarkat, úgyhogy... És mint már mondottam, nagyon szeretem és nagyon tetszik. Viszont szempillaspirálom sincsen, úgyhogy az Essence Rock and Roll szempillaspirált fogom használni. És végül, de nem utolsó sorban pedig a szájfény fog következni, ami pedig a Nudes Collection egyik darabja. Ezt is említettem a haulban, hogy kijöttek egy adag ilyen nude színnel, matt, szájfény és metálos változatban. Ez itt egy szájfény változat és a Bare All névre hallgat. Ezt már egyszer próbáltam, rúzs fölé vittem föl, és megnézzük, hogy így önmagában mennyire jól szuperem. Ez egy igazán ragacsos és sűrű szájfény, viszont pont emiatt fog sokkal jobban fönnmaradni a számon, és nem fog beszéd közben simán csak lejönni. Ad egy szép fény, de nem igazán ragad össze a számon, viszont van egy kis olcsó mogyoró krémre hasonlító illata, amit igazából csak akkor érzek, amikor fölviszem, de így önmagában már nem igazán. Én ezt, mint már említettem, egy rúzs fölé vittem föl, ugye az megadott egy alap pigmentáltságot, és arra jött rá a fény. Ez így önmagában is egészen pigmentált, bár tény, hogy az én alapszájszínem nem annyira túl pigmentált, csak egy picit, szóval jobban látszik, viszont akinek sokkal pigmentáltabbak az ajkai, annak lehet, hogy ez így önmagában nem elég. Ennyi volt már ez az első benyomásos Makeup Revolution-ös videó. Remélem tetszett ez a smink, amit ma kreáltam nektek, és ahogy ígértem, az infoboxban lent lesz minden update arról, hogy hogyan viselte a smink az egésznapos viszontagságokat, és hogy melyik mit bírt. Csak így első benyomással a szemhéjpuder paletta, a szemhéjtus, a pirosító és a highlighter az már elnyerte a kis szívemet. Az alapozóval még nem tudom, hogy álljak, hiszen így kamerába tök jól néz ki, de ha így közelről megnézem, akkor egy kicsit fura. Bár nem rossz, de még nem tudtam eldönteni, hogy szeretem-e. Ugyanúgy, ahogy a korrektort se tudom még hova tenni, hiszen annyira be van harangozva az interneten, hogy hát ez mekkora király cucc. Miközben ugyanitt van a Catrice kamuflázs, ami így eddig ugyanazt a teljesítmény nyújtja, és az meg aztán pláne könnyen elérhető, hiszen csak bemegyek egy Rossmannba és leveszem a polcra, még csak rendelgetnem se kell. Úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, hogy pár óra múlva milyen lesz a helyzet. És ha nem akartok lemaradni majd a többi videómról se, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!